A fogyatékkal élők megyei rendezvényén Kapuváról, Csornáról, Győrből, Mosonmagyaróváról, Nyúrról, Sopronból és Pásztoriból érkeztek résztvevők. A Zsongász című rendezvényt Radó Tamás plébános és dr. Hoffer Imre alpolgármester nyitották meg. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, amit látok az elmúlt napokban, ilyen télies, csinos időjárásnak és borongos idő már a kis ütött a nap. Ez egy külső dolog, csak az első fény az pedig tőlünk származik, mikor az igazi nap, az igazi világosság, illetve az Isten szeretetének a továbbadója és a művelője. Az Istenek is legyen helye közöttük az étkezésünkben is, különösen elimádkozzuk ugye, amilyen kell, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Köszönjük szépen! Most pedig szeretném felkérni dr. Hoffer Imre alpolgármester urat, hogy ünnepi beszédével nyisse meg a rendezvényünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink! Kapuvár Város Önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm a mai zsongás találkozó résztvevőit. Nagy tisztelettel köszöntöm Győrből, Mosonmagyaróváról, Sopronból, Nyúrról, Pásztoriból, valamint Csornáról érkezett kedves vendégeinket. Ugyancsak nagyon köszönöm a rendezvény házigazdájának, a Nyitott Kapuvár Térségi Szociális Szolgáltató Központ minden munkatársának a gondos előkészítő munkát. Idén immáron 5. alkalommal kerül sor a zsongás találkozó megrendezésére. Nem vagyok hozzáértő szakember, de bátran állíthatom, hogy az eddigi rendezvények osztatlan sikert arattak. Sok kacagtató, szívet, lelket velengető, vidám, máskor megható élményben volt részünk. A mai találkozót is sok munka, felkészülés, izgalom, aggódás előzte meg. A próbákon, a kudarcok apró könycsepjei mellett a siker mosolya is sokszor felragyogott az arcokon, és egyre szorosabbá kovácsolta ezeket a kis közösségeket. Nem szabad elfeledkeznünk a felkészítők áldozatos munkájáról, továbbá a családról, amely szilárd alapként ott áll a háttérben, örül a sikereken, biztat a botlásokban. De legfőbb tisztelet a szereplőknek, akik a sokszor jogtalan kritikák, áttért csalódások ellenére is újra és újra talpra álltak, és tanulva bennünket is tanítanak. Vajon mi ezeknek a rendezvényeknek az igazi mozgató rugója? Tettem fel a kérdést magamban. Azt hiszem, a választ a következő történetben találtam meg. Édesapa, édesanyja és kislányuk este érkezett haza a házukhoz. Három hosszú fehér szakállú, ismeretlen öregember üldögélt az udvarukon. Hát ti kik vagytok? Kérdezte a háziasszony. Fáradtak, éhesnek látszatok. Gyertek be, egyetek valamit. Indítálta őket. Együtt nem mehetünk be a házba. Felelték, majd a legöregebb elkezdte a bemutatkozást. Ő a Jólét, mutatott egyik barátjára. Ő a Siker, mutatott a másikra, én pedig a Szeretet vagyok. Kérlek, válasszatok, melyikünket hívjátok be? Rögtön összeült a kis családi kupak tanács. Én a Jólétet, kezdte az apa. Én a Sikert hívnám be,
folytatta az anya, nem lenne jobb a szeretetet behívni? Kérdezte kissé könnyes szemmel a kislány. Végül is az ő kérése döntött. Hívd be a szeretetet, legyen ő a vendégünk, mondta a férje feleségének. Az asszony oda ment a szeretethez. Kérlek, gyere be, légy a vendégünk, invitálta. A szeretet felállt, elindult a ház felé, majd a másik kettő is felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve kérdezte. Én csak a szeretetet hívtam, ti miért jöttök? Az öregek egyszerre válaszoltak. Ha a jólétet vagy a sikert hívtad volna, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel a szeretetet hívtad, mi is oda megyünk. Mert ahol a szeretet van, ott megtalálható a siker és a jólét is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Ezzel a szeretettel kívánok Önöknek a mai délelőttön élményekben gazdag, felejthetetlen együttlétest, és kívánom a rendezvényre Isten gazdag áldását. Köszönöm egy tiszteli figyelmüket! A megyéből érkezett csapatok műsorral is készültek. Hosszú pi, pápa, hátra a tény, szó
Csorna ismét képviselteti magát itt a Zsongász című rendezvényen. Hányan érkeztek Csornáról? 17-en érkeztünk, 3 kísérővel, és 2 produkcióval lépünk fel az idén. Milyen produkcióval készült? Az egyik egy táncos produkció, a másik pedig egy zenés produkció, az egy személyes. Citerálszik egy fiatal. Hogyan készülnek fel, hiszen azért ilyenkor más egy kicsit, több időt kell szánni a fiatalokra, oda kell figyelni ugye felkészülésre, mert azért itt több mint 130 ember előtt kell előadni a produkciót. Hogyne, hát már hetek óta készülődünk ezekkel a produkciókkal, és a gyerekek nagyon lelkesek. Tehát ez a reggel, mikor megérkeznek, akkor körülbelül a második mondat az, hogy mikor próbálunk, ugye ma is lesz próba, és bizony azért hosszú munka van, hogy egy-egy ilyen, főleg ahol többen szerepelnek, hogy az egy kicsit úgy összeálljon, hogy ők is magabiztosnak érezzék magukat. A csornai intézményben csak Csornáról járnak be, vagy a környező településekről is tudnak fogadni? Nagyon sok a vidéki, úgyhogy a Csornáról páran, egy 3-4 fiatal, és inkább még a környező falvakból. És ön miért tartja jónak ezt a rendezvényt? Hiszen most egy kis jubileum van, hiszen 5. alkalommal szervezték meg. Hát többek között azért, mert van program nekik elsősorban, tehát kiszakadnak a mindennapokból, és egy kicsit másképp telik a nap. És eleve az, hogy ők is valamivel foglalkoznak, tehát valamire felkészülnek, valamit várnak, azt azért előtte munka előzi meg, és ők nagyon lelkesek, tehát ezek a sikerélmények azért kellenek nekik, örülnek, hogyha valamit ők is sikerrel véghez visznek. A másik pedig, hogy a sorstársakkal való találkozás, mert azért ezeket a fellépéseket azért mindig egy buli követi, ahol aztán tényleg elhülyéskednek, táncolnak, bohóckodnak. Tehát őnekik is kell a változás, meg a változatos programok. Ez többek között Kapuvárinyi nap is ezt adja, igen. Ugye ez a közösségteremtő megvan, hiszen itt ugye megyéből több helyről érkeznek, akár kapcsolatok is kialakulhatnak más településennél fiatalokkal? Igen, ezeken a rendezvényeken azért ők már ismerősként tekintenek egymásra, hiszen Győrbe, Csornán, most itt Kapuváron azért találkozunk, sok egyéb rendezvény is van, úgyhogy ők azért már így ismerősként tekintenek egymásra. Köszönöm. Nagyon szívesen. Lényeg egy ilyen napnak, tehát ez változik évről évre, ugye ez az 5. egyfajta kisebb jubileum, vagy ennek megvan a koreográfiája. Hát azt kérjük minden résztvevőtől, akik jelzik, hogy részt vesznek a programunkon, hogy egy kisebb műsorral készüljenek fel, hiszen tényleg ez a szerepe ennek a mai napnak, hogy megmutassák magukat a fogyatékkal élők, megmutassák, hogy ők is képesek valamire, hogy ők is tudnak produkálni, hogy ők is meg tudják mutatni az egész világnak, hogy mire képesek. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy,
hogy szembesüljön ezzel mindenki, hogy attól, hogy valaki fogyatékkal él, attól ő még egy csodálatos ember, egy csodálatos személy, és vannak értékei. Ugye beszélgettünk korábban arról, hogy egy ilyen intézménynek mi a feladata. Nagyon fontos, hogy létezik ez a térségünkbe, hiszen ha körülnézünk, ugye itt vannak Győrből, Sopronból, Csornáról, Móvárról, Nyúlról, tehát több településről. Mik a fontosabb problémák? Mit jeleznek ilyenkor a vezetők, amikor beszélgetnek, hogy hol tart ez az ügy? Tehát, hogy felkorolni ezeket a fiatalokat, segíteni? Én azt gondolom, hogy ez még Magyarországon mindig egy társadalmi probléma. Egy kicsit kirekesztetten látjuk a fogyatékkal élőket, tehát egy átlag ember nem annyira foglalkozik azzal, hogy fogyatékosok is élnek a világban, nem annyira figyelünk oda rájuk, mint amennyire oda kellene figyelni erre a kis közösségre. És a munkatársaim, illetve a többi intézménynek a vezetői munkatársai is azon dolgoznak, hogy megmutassák a világnak, hogy a fogyatékkal élők is értékes emberek. Ezt látjuk leginkább problémának, hogy egy kis zárt közösségben élünk, amiből jó lenne kimászni, amiből jó lenne kifele vergődni. Én azt gondolom, hogy amíg a társadalom az esélyegyenlőséget nem látja akkor a motiváló erőnek, addig mi kevesek vagyunk bent. Tehát ugye ez egy alulról jövő kezdeményezésnek kell lenni. Mi alulról kezdeményezzük ezeket a dolgokat. Reméljük, hogy előbb-utóbb mindenki sokkal befogadóbb lesz a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, elfogadja őket. Sajnos vannak olyan emberek, akik nem is tudnak rájuk nézni egy-egy fogyatékkal élőre. Ez szomorú, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell látni mindenki mögött az embert, az értéket, és erre szeretnénk egy-egy ilyen programmal felhívni a figyelmet, hogy az emberek lássák őket. Ugye ön említette a kitörési pontot, mi lehet ez például? Tehát más társadalmi rendezvényen, vagy városi rendezvényen mondjuk megjelennének ezek a fiatalok, részt vennének különböző programokban, miben gondolkodik a jövőt illetően? Én szeretném, hogyha egy kicsit össze lehetne fogni a fogyatékkal élőket az egész társadalmi, tehát a társadalomban lévő emberekkel. Tehát lehetnének olyan programok, amiket közösen szervezünk, ahol egy-egy városi rendezvényen felléphetnének a fogyatékkal élők is, megmutathatják ezeket a produkciókat, amivel készülnek. Lehet, hogy ez hónapokkal előbb meg kell kezdeni a felkészülést, hiszen nehezebben megy a tanulás vagy a műsornak a bemutatása, de hogy erre nyitottak vagyunk, hogy egy-egy ilyen rendezvényen fellépjünk, és azt gondolom, hogy minél többször tudjuk őket kivinni, integrálni a társadalomba, annál jobban megismerhetik az emberek. És van erre már mondjuk előreláthatólag valamilyen elképzelés, úgy konkrétan program, vagy ez még csak az elképzelés kategóriája, tehát még nincs konkretizálva, hogy mondjuk hol lehetne az, ahol ezek a fiatalok részt vennének, bekapcsolódhatnának egy-egy ilyen programba. Van erre gondolat, hogy jelezni a városvezetés fele, hiszen Kapuváron számos program van. Igen, több gondolatunk van, több minden, amit tervként, illetve célként tűztünk ki az elkövetkező időszakban így az intézmény dolgozói körében. Egy olyan dolog van, amit már nyáron szeretnénk megvalósítani, az pedig az, hogy beindítjuk a fejlesztő foglalkoztatást, egy pályázaton elnyert támogatása az intézménynek, és éppen arról szól, hogy a fogyatékkal, illetve pszichiátriai betegségekkel élők, akik nem tudnak elhelyezkedni a normál munkaerőpiacon, hogy őket is valamiféle munkára, valami fejlesztő foglalkoztásban részt tudjanak venni, tudjuk őket integrálni a munkavilágába. Természetesen egy olyan feladatokat tudunk nekik adni, amit el tudnak végezni. Nagyon fontos a sikerélmény, hogy ők is alkalmasak, és hogy pénzt keresni képesek, és tenni azért, hogy jobb legyen az életük. És ennek egyik állomása az lenne, hogy szeretnénk ajándéktárgyakat készíteni, akik a programban részt fognak venni, és ezeket a falunapokon, városi rendezvényeken szeretnénk megmutatni, és akár értékesíteni is, hogyha erre nyílik lehetőség. És mindenképp azt gondoljuk, hogy az emberek figyelmét akkor tudjuk felhívni a fogyatékkal élőkre, hogy az a munkájukat megmutatni, hogyha ezeken a rendezvényeken ezeket az ajándéktárgyakat maguk a fogyatékosok tudják bemutatni, illetve ajánlani a résztvevő vendégeknek. És a mai nap mivel zárul, hiszen tudjuk, hogy az ízvadászok például nagyon jó ebédet főznek a mai nap során, ezt
fogyasztják igen. el, de eredményhirdetés van ilyenkor? Így van, ugye van egy háromtagú zsűri, akit előzetesen felkértünk. Igazából nem az a célja a rendezvénynek, hogy most első, második, harmadik helyzetet hirdessünk, hiszen mindenkinek szeretnénk értékelni azt, hogy létrehozta a produkcióját, előadta a műsorát. Egy egységes ajándékot fog mindenki kapni, természetesen a zsűri elnöke fog egy értékelő beszédet mondani, de helyezéseket nem fogunk kiosztani. Ezután következik majd az ebéd, ilyen fél egy-egy órától, illetve többféle játékot találtunk ki a résztvevők részére, egy kis ügyességi játékokat, amiért kisebb ajándékokat tudunk majd itt szétosztani. Ezen kívül kérés volt részükről, hogy szeretnének csillámtetoválást, és ezt így örömmel teljesítettük, úgyhogy arra is lesz lehetőség, hogy egy kicsit így díszesebben térjenek haza. Úgyhogy ennyi lesz a mai program. Ugye, ami rendhagyó módon egy kicsit mozgással kezdtük a programot, nagyon-nagyon szeretik ők a zenét, a táncot, a mulatozást, és egy kicsit ilyen sportos, táncos, zenés programmal nyitottuk, hogy egy kicsit a fáradt végtagokat egy kicsit átmozgassuk, és jól megalapozzuk a hangulatot. Kisné Maier Mária, a soproni Virágfüzér sérültek napközi otthonának vezetője is elismerően szólt a megyei rendezvényről. Mekkora az intézmény? Az intézményünk 26 fő fogyatékkal élőt lát el. A sérültek között, hát súlyosan sérültek létszáma elég nagy, körülbelül 10-12 főre tehető. Közöttük kerekesszékesek és pelenkások is vannak, akiknek a napi ellátását, mind fizikai, mind pedig a mentális ellátását végezzük Sopronban. És milyen korosztály összetétel van? A korosztály összetételünk, ahogy már előbb is említettem, a sérültségi szint is elég különböző, tehát súlyos és enyhe értelmi sérültek vannak ebben a családias csoportban. A életkorokat tekintve a legfiatalabb ellátottunk jelenleg 19 éves, és idén fogja a legidősebb ellátottunk ünnepelni a 70. születésnapját. Ő egyébként nem vele született sérült, hanem egy műtéti hibából, tehát műhibából vált kerekes székessé. Sopronba honnét érkeznek az ellátottak, vagy akik egy bejárnak? A soproni körzethez közel, tehát kisebb falvak, tehát Balf, Bremberg bánya, illetve hát Sopron a mi körzetünk. Sajnos a környező falvak, mint Kópháza, Harka, Ágfalva, nem tudjuk őket fogadni. Egyrészt a létszámunk is már terített, tehát erre nincs lehetőség. Többször vettek már részt ezen a rendezvényen. Mi a véleményük? Hogyan készülnek fel egy ilyen rendezvényre? Illetve ön szerint mi a szerepe egy ilyen találkozónak? A csapattal több mint, hát már az 5. éve, hogy itt vagyunk, és mindig nagyon lelkesen készülünk. A kapcsolatunk is egyébként már több éves, tehát még a kapuvári intézménynek a sérülteket ellátó részlege nem is működött, amikor Sopronban ez már létezett, és egymást segítettük is annak idején, amikor Kapuváron létrejött ez az intézmény. Tehát szakmailag is szinte mondhatom azt, hogy napi kapcsolatban voltunk, és a elkövetkezendő időkben is úgy gondolom, hogy ez így lesz. Egymást tudjuk segíteni különböző tanácsokkal, és a fiataljaink is nagyon jól ismerik egymást. Éves szinten nem csak a tavaszi zsongásra érkeztünk már, hanem egyéb kisebb a két intézményt érintő rendezvényekre is, és viszont is mi is gyakran hívjuk évente kétszer-háromszor a kapuvári csoportot a soproni intézménybe. Ugye itt egy kis bemutatóval készülnek ilyenkor, ha jól tudom, van egy kis írásos része is a dolognak, tehát ilyen rejtvényfejtés is van, tehát sokfajta feladat van amellett, hogy ugye jól érzik magukat. Így van, fejtörők is, mozgásos feladatok, tehát sport része is van a rendezvénynek, ugyanakkor megmutatkozhatnak a fiataljaink is, hogy ők mit tudnak, vagy éppen mit várnak el a tavaszról, a mai alkalommal, hiszen a tavasz, ha már ide érkezik nagy nehezen, azért a szerelem is benne van, és a mi kis fellépésünkben azért ez is jelentős szerepet tölt be. És miért jó egy ilyen találkozó a megyében? Hiszen Kapuvár ad otthont, és ugye megyéből több településről, városból érkeznek ide fiatalok. Úgy gondolom, hogy
A rendezvénynek nem csak az a célja, hogy egymás produkcióit megtekintsék, hanem a kapcsolatok is kialakulhassanak. A különböző intézményeket ellátó fiatalok, gyerekek, felnőttek között. Ezekre a rendezvényekre nagyon szívesen emlékeznek vissza, tehát az egész évüket meghatározzák, és a következő évet már ezért is várják, hogy megint megyünk, és akkor találkozok mondjuk a Józsival, a Pityuval, az éppen aktuális, a megismerkedett baráttal, és emellett nekünk is, akik ebben a szakmában dolgozunk, nagyon fontos, hogy tudjuk egymásról akár a pozitív dolgokat, ami eredményeket le tudunk tenni, úgymond az asztalra, de a nehézséget is át tudjuk ilyenkor beszélni, hiszen erre van lehetőség ilyenkor. Köszönöm. Köszönöm.